A kaszinókertben gyülekeztek a mikulások vasárnap délután Bonyhádon, hogy egyszerre induljanak el az első felvonulásukra. A hagyományteremtő szándékkal szervezett megmozduláson rengeteg motoros vett részt a rossz idő ellenére is. Pár hete találtuk ki, gyorsan rendeztük. Nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy partner volt velünk, amikor átmentünk a polgármester asszonyhoz, ő teljesen pozitívan állt hozzá, hogy igen, jó, akkor csináljuk meg. Ugye alkalom, hogy ez a piros ruhás bácsi a Santa az most ad rá alkalmat, és a rendőrség is, amikor fölmentünk, tárgyaltunk velük, ők is teljesen pozitívan mondták, hogy jó, és akkor csináljuk meg. Azt mondják a nagy motorosok, hogy eső nincs, hideg nincs, csak föl kell öltözni hozzá. Aki fázik, az rosszul van öltözve, de azért remélem, hogy el fog állni, nagyon nézem, én úgy gondolom, meg úgy néztem az időjárás jelentést, hogy eláll. Ez egy tök jó tradíció lehetne, mert mindig csak szídja a motorosokat a városban, és így talán megtanulják az emberek, hogy nem minden motoros bolond. Jó szívűek vagyunk. Jó szívűek vagyunk. És hogy ez a rendezvény ráhangolja-e őket a karácsonyra? Természetesen. Titeket nem? A programot az idén alakult Völtségi Motoros Egyesület szervezte. Ez az első rendezvényünk, ahogy látjátok, hogy mennyi motoros jött össze, és remélem még jönnek is, mert 3-kor fogunk indulni. Jövőre tekintve rengeteg tervünk van, szeretnénk megvalósítani, ezen kívül ez az idei, ugye most már nincs sok vissza az idényből. Jövőre tavasszal szeretnénk a fiatalabb srácoknak, idősebbeknek, meg igazán minden motorosnak egy ilyen motoros oktatás, tréningeket tartani. Akkor van egy ilyen, hát most nem mesélnék róla inkább, mert meglepetés, egy versenyszerű rendezvényt csinálni, és hát most sokan nem tudják azt azért, hogy itt Bonyhád és környéke régen a két világháború között nagyon sokan motoroztak, ugye. Magyarország nagyon-nagyon motoros társadalom, és 1930-31-ben itt Bonyhádon is volt utcai motorverseny. Hát ez egy nagy álom, hogy ezt megismételjük valamilyen kereteken belül majd, de hát ez nyilván ez egy nehezebb szakasz lesz, de megpróbáljuk megcsinálni. Ez is egy álom, mert ugye aki motorozik, annak motoros szíve van. Úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy egyesületet, mert Bonyhádon észrevettük, hogy nagyon sok motoros van, főleg fiatal. És néha-néha van egy kis összetűzés az önkormányzattal, a rendőrséggel. Nyilván nem kéne szabad lenni, de azért mi is voltunk fiatalok, ugyanígy megvolt nekünk is ez a kis huncutság. És ezért szeretnék ezt az egyesületet, hogy ő közéjük oda beállni, a rendőrség, az önkormányzat és a srácok közé, hogy egy kicsit puhítani mind a két oldalt, hogy azért a városban lévő motorozást is finomabban, hiszen óvjuk magunkat, vigyázzunk a járókelőkre, mindenkire, meg hát ugye a rendőrséget is, hogy ne legyen az mindig, hogy konfliktusok vannak, és erre, igazán nagyon erre akarunk rákoncentrálni, hogy a motorosokat itten kicsit burokba összehúzni és terelgetni szépen a városba. A rendezvényt a rendőrség biztosította, és a város is támogatta. Az állomásokon pedig az utánpótlás is megjelent. Lesznek megállók, 4 megálló, a megállókba osztogatunk a gyerekeknek szaloncukrot, csokoládét, és utána a Kollerpanzióban lesz az első, a második, a hármas iskolánál, a Széchenyi iskola, utána a Perzselkerthez lemegyünk, és utána a benzinkút körül egy kört, hogy azért megmutassuk magunkat, addigra már be fog sötétedni szépen, és felvilágítjuk a motorokat is, úgyhogy nagyon szép lesz, és utána elmegyünk a Dózsa-György utcába. Én annak, hogy ennyien vagyunk, nagyon örülök. Én megmondom őszintén, nem számítottam ennyi motorosra. Sokan írtak, hogy jönnek, sokan érdeklődtek, de hát nem, meg nem mondom hányan vagyunk, de szerintem hányan lehetünk. Egy ilyen 50-en biztos vagyunk, vagy 100-an. Az, hogy mindenki jól érezze magát, ha csak egy-két kisgyereknek, vagy szülőnek, vagy a motorosokra egy kis mosolyt csalunk az arcára, akkor már megérte. Hát hiszen advent második vasárnapja van, úgyhogy ez erről szólja, hogy mindenki érezze jó magát. A jó hangulatból nem volt hiány, mind a 4 állomásra érkeztek gyerekek és felnőttek is egyaránt, akik látni szerették volna a mikuláshadat és kapni egy-egy csokit.